Dombováron a kommunizmus áldozatainak emléknapján Gyarmati Gyöngyi, az I.S. Gyula Gimnázium intézményvezető helyettese osztotta meg gondolatait a városi megemlékezésen. Feltétlen hitünk lehet valódi fogódzó. Fájdalmas dilemma, hogy lehetette ez valódi felszabadító gondolat a kommunista diktatúra időszakában, a Rács Szilárdan felrakott arcvonások mögött mélyen elrejtve. A feltétlen hallgatásra ítélt, megsebzett nemzedéknek lehetette valaha bizodalma abban, hogy valaha megélhetik a saját fájdalmaik kimondását. Hogy elmeséli majd egyszer valaki az ő szemszögükből a történetüket. A gimnázium diákjai verssel és énekkel tették méltóvá a kommunizmus áldozataira való emlékezést Dombováron. A világot szűröm én, mint szivacs a tengert, savakat és lúgokat, isteneket, embert. A világot eszem én, a világ esz engem. Egymás szája, és bele vagyunk mind a ketten. Egymás gyomra elemészt, amit megemésztek. Örök halál vagyok én, mégis örök élet. Így kezdődik az éhezés, reggel élénk az ébredés. Aztán úgy érzed, hogy fáradsz, aztán úgy érzed, hogy vágyadsz. Agyadra ül az unalom, aztán megszáll a nyugalom. Nincs se erőd, se kedved is, aztán megszáll a rettegés. Csulla Gábor diakonus is megosztotta gondolatait a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából. A történelem számtalan jó példát mutat arra, amikor az ember szándékot szerint alakította, amit rábíztál, és ezáltal méltó módon folytatta teremtő munkádat. Az 56-os emlékműnél a város előjárói és vezetői helyezték el koszorúikat. A megemlékezésen, amelyet az I.S. Gyula Gimnázium prezentált, megtudhattuk, hogy az intézményben a kommunista diktatúra időszakában vallásos témái miatt lemeszelt, majd a későbbiekben restaurált setszok fedezhetőek fel. A város megbízásából a városi önkormányzat felkérésére kommunizmus áldozatainak emléknapja tiszteletére adtunk műsort, és rögtön szeretném kifejezni a megbecsülésemet a kedves kollégának, Hajós Károly tanár úrnak, aki a szervezője volt a műsornak, és az ünnep szónokának, Gyarmati Gyöngyi intézményvezető helyettesnek, és valamennyi diákomnak. Rendkívül méltóságteljes az alkalomhoz illő, és sajnos rendkívül aktuális megemlékezés volt. És köszönöm Csulla Gábornak is, hogy elmondta az imát az áldozatokért, és beszédében ő is utalt rá, hogy fájdalmasan aktuálisan csengenek az ima szavai. Ma már összerakhatjuk és megérthetjük a múlt darabkáit, megfogalmazhatjuk az elődeink által átélt traumák tanulságait. A kommunista diktatúra áldozatai holtukban is felkiáltó jelek lehetnek számunkra, hangzott el a megemlékezésen, amely után a Szent Orsolya Bencés iskolaközpont pedagógusai intézményük udvarán a rendszer áldozatává vált Mindszenty József szobra mellett emlékeztek meg a kommunizmus áldozatairól. Mint tönkre már.